Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Hát el is szaladt egy hónap, ugyanis megérkeztek a D'Agostin is, Volkswagen hivatalos modellgyűjtemény újabb kettő száma, a 9-es és a 10-es, úgyhogy most ezzel fogom folytatni a videósorozatot. A 9. számot fogom most bemutatni, aztán a következő alkalommal meg majd a 10-es számot. Ez most nem más lesz, mint a Polónak a második generációja. Hát a szokásos menetből, hogy átlapozom az újságot, megnézegessük a képeket, picit közben beszélek is róla, aztán megnézzük ezt a... Hát így szerintem így a búr alatt is látszik, hogy egy szépre sikeredett modellt. Hát így érkezett meg, hogy kicsit meg volt repedve a teteje, de hát elég gyenge ez a plexi. Na, nézzük is, ne szaporítsuk a szót. Hát itt az elején láthatunk egy nagyon szép, hát szerintem így első ránézés egy szép állapotban fennmaradt darab. Aztán lehet, hogy felújított, de ki tudja. De így első ránézése nekem úgy tűnik, hogy inkább szép eredeti gyári állapotban van. Itt van róla megint egy fotó. Na, kombinak is kitűnő címmel olvashatjuk a történetét. Meredek hátul Volkswagen Polo 81 és 94 között készült, úgy, ahogy mondtam, ez a második generáció. Az első generáció az 1975-ben jelent meg, azóta már 6. generációnál járunk. Az első generáció volt a 86-os típus, ez a második generáció a 86C volt. Míg a 86-os típus, az első generáció, az egy, hát hivatalosan egy ferde hátú limuzin volt, ez már egy újabb elnevezést kapott, egy újabb hátsó rész kialakítást, amit a gyár meredek hátúnak nevezett el. Sokan nem szerették ezt a kifejezést, sokan kombinak hívták inkább, vagy kombinak gondolták. 81-ben jelent meg, 1981-ben jelent meg, és elég hosszú ideig, 1994-ig gyártották. 85-ben volt neki egy modellfrissítése, 87-ben is volt egy kisebb változtatás. Aztán a nagyobb változtatás az 89-ben történt, ott elég sok minden változott. Jól, mindjárt megmutatom a következő oldalakon. Itt láthatunk egy GT változatot. Ugye a GT változatnak az ismertető jele a kettős kerek lámpa, erről lehetett megismerni. Ugye 1990-ig voltak kerek fényszórói, utána már a kocka fényszórókat kapta, tehát ez így jelent meg 89-től, illetve 90-től. Már egy döntöttebb hűtőrácsot kapott, ugye fényszórók szögletesek lettek, első és hátsó lökhárító integrált volt, és hát sok mindent a beltérbe, és sok minden változott, nagyobb hátsó lámpákat kapott. Itt vannak a felszereltségi szintek, a Fox volt az alap, de ez 84-től, 84-ben jelent meg, addig a C volt az alap, aztán CL, GL és a végül a GT volt a legnagyobb felszereltség. Itt láthatjuk hátul nézetből,
Meg itt láthatjuk ugye a csomagtartót, hogy néz ki. 240 literes csomagteret kínált, ami az ülések támláival előre döntve 980 literesre nőtt. Volt neki egyébként áruszállító kivitele is. Ott ugye a hátsó üléssort kivették, illetve hátsó ablakot ugye kivették, és akkor így kaptunk egy áruszállító változatot. Itt egy műszaki részletek, hát lehetett kérni fényszóromosóval, bár elég ritka volt, főleg a GT változatnál lehetett ezt rendelni, külön ezt a fényszóromosót. Hát ritka volt, nem sokan kérték. Világító diódákat kapott. Ugye az index visszajelző, a töltésfeszültség visszajelző, aztán ugye az olajnyomás, elégtelen vagy elégsége, elégtelen vagy ugye, hát hogyha elégtelen volt, akkor ugye ez visszajelezte, meg egy-két apróság még volt itt, itt a beltér. Ez már egy jobban, azt hiszem ez a CI felszereltség lehet, ugye ebben még nem volt rádió, de például a Foxnál nem volt a kesztyűtartónak fedele sem, meg azt hiszem fordulatszámmérő sem volt, napi számláló sem volt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon puritán fapados változat volt. Aztán hát itt a történet vége, végül is itt a műszaki adatok. Hát ezt így meg próbálom így mutatni, hogy át tudjátok böngészni. Itt háromféle motorral, ugye 1043, 1093 és az 1.3-as 1272 köbcentis motornak a mindhárom adatát láthatjuk. 1 millió darab készült el belőle 81 és 94 között. Úgyhogy hát ennyi lett volna akkor, itt ez a történet, itt már ugye életérzés, ugye szokásos mindenféle dolgot, még itt a Dallasnak a jockeyját is láthatjuk. Aztán itt a jó öreg Commodore 64-es számítógép, ez ugye 82. januárjában jelent meg. Itt még mindig ugye az életérzést olvashatjuk. Egy kis Volkswagen história 61 és 72 között. Olvashatjuk itt a gyár történetét, ugye itt a, ez a história, ez a gyár történetét mutatja a kezdetektől a napjainkig. Na és akkor itt lesz a 10-es szám, ez a 147-es Fridolin. Hát vártam ezt is, ez tehát számomra teljesen ismeretlen, és nagyon találkoztam még vele soha, úgyhogy kíváncsi leszek rá, vagy kíváncsi vagyok rá. Majd a következő videóban megnézegessük ezt is. Na, nézzük is akkor a modellt, ami szerintem sokkal jobban érdekel mindenkit. Hát ugye ez a szokásos plexi. Mögött ez a újságon is látható kép, lekicsinyített változat, ugyanezt láthatjuk az újság elején is. Na, hát így néz ki íme a ez a gyönyörű, szépen kidolgozott modell, szép fehér színben kaptuk meg.
Hát nézzük ugye a fényezését, de úgy különösebb hibát nem látok rajta, szerintem szép egységes most a fényezése. Talán itt elől van valami. Nem tudom, mert a kamera nem adja vissza, de mintha lenne rajta egy kis ragasztó. Lehet, hogy ragasztós kézzel rányújtak szerintem. Hát így visszaveri a... nem is tudom, hogy... hogy lenne jobb, hogy lekapcsolom a vakut. Talán így vaku nélkül látszik, na így látszik, hogy itt rányújtak ragasztós kézzel valószínűleg. Elől így néz ki, szerintem itt minden rendben van. Talán mint ezen az oldalon a lámpa egy kicsit férdében lenne beragasztva. Legalábbis így úgy tűnik, hogy nem egyforma. Egyébként itt a motorháztetőn ugye a szellőző szépen meg van festve, illetve az ablakmosó fúvókák is meg vannak festve, az antennának a helye is meg van festve nagyon szépen. Az ablak kédergumja is meg van festve. Aztán itt oldalt. Szerintem itt is rendben van, a kerekek is egészen rendben vannak. Az ablakkeretek is szépen meg vannak festve. Hát nem tudom, mi ez, karcolás, vagy valami rá van ragadva. Nem tudom. Valami. Olyan, mint a beltérből jön neki. Mint a lenne egy kis hézag. Na hát nézzük meg a belteret, ehhez felkapcsolom azért a vakut, hogy ezúttal nem tiszta fekete belteret kaptunk, hanem egy két tónusú szürke fényezés, kárpitok, illetve a műszerfal, az fekete, a kormánykerék, valamint a sebességváltó kar és a kézifék kar még, ami fekete, úgyhogy hála jó Istennek azért. Úgy tűnik, hogy nem mindegyik lesz tiszta fekete beltérrel. Jól néz ki szerintem, nekem tetszik így a beltér. Szép, részletes. Nem látok olyan nagy problémát. Itt a hátsó része. Ami egész szépen ki van dolgozva, a lámpák. Nekem tetszetősek. Szépen megvan az index. Itt ugye csak egy, itt ezen az oldalon volt tolatólámpa. És hát megpróbálom megmutatni az emblémákat, ugye feliratokat, ami szerintem iszonyat szépre sikerült. Póló C, ez az alapkivitel. Szerették volna megjeleníteni. Nagyon szép kalaptartó is meg van formázva. Meg ugye láthatjuk itt az ablaktörlőt. A másik oldala itt is rendben van. Ugye ez a kavics felverődés elleni műanyag kis dísz léc. Ez is szépen meg van festve. Úgyhogy egészen rendben van. Ez a tető, tetőn is ez a csík meg van festve. Úgyhogy egész rendben van ez a modell. Talán annyi, hogy itt az oldalán ez a dísz csík, ez a műanyag dísz csík, ugye itt ami látható itt az újságon is. Hát ezt itt nem festették meg, de nem is volt mindegyik kivitelen az alapváltozaton, azt hiszem nem volt. Ez már pedig az alapváltozat. 82-ből. Úgyhogy így néz ki. Hát szerintem nagyon pofás, nagyon szép modell lett. Részletgazdag. Tényleg.
Hát most, mivel nincs nálam csavarhúzó, sajnos így az alját nem tudom megmutatni, de hát a korábban láthatjuk, hogy a különösebb látnivaló nem szokott lenni az alvázon. Hát az így látszik, hogy a kipufogó doboz nagyon szép szürkére meg van festve, illetve egy kicsit ki is lyukasztották, vagy lehet, hogy csak meg van festve, de minden esetre szép a kipufogódob. Úgyhogy tényleg ez megéri az árát, míg aztán mondtam, hogy a tükör belső fele is meg van festve, úgyhogy tényleg nagyon rendben van, nekem tetszik, örülök neki, vártam ezt a modellt, úgyhogy végre kaptunk egy nagyon jó sorozatot, nagyon szép kidolgozással. Úgyhogy megéri ez a sorozat az árát, én azt mondom. Érdemes beszerezni, aki még nem tette meg. Illetve hát most jelent meg, vagy most jelenik meg. Pontosabban az előfizetők, ugye én még előfizető vagyok, az előfizetők már előrébb járnak. Az újságosoknál még talán a hatodik szám jelenik meg, nem is tudom már pontosan. Azt hiszem, hatodik szám jelenik most majd meg, vagy jelent meg. Na, hát ez így néz ki ez a modell. Remélem, hogy tetszett a bemutató, és akkor majd következő videóban jövök a 10-es számmal, a Fridolinnal. Remélem, akkor is velem tartotok, úgyhogy legyen szép napotok, sziasztok!